A Donkanyar áldozatainak emléke előtt Bekecsen a temetőnél a II. Világháborús hősök emlékműjénél is fejet hajtottak január 12-én. A II. Világháború idején 1943-ban a szovjet vörös hadsereg napok alatt szinte teljesen megsemmisítette a 200 000-es magyar hadsereget. Bodnár László a település polgármestere felidézte a gyászos eseményeket. A község vezetője szerint fontos legalább egy napot az elesett példamutató magyar áldozatoknak szentelni, hiszen a harcokban a csapatok emberfeletti hősiességről tettek tanúbizonyságot, lőszer, élelem és fegyver nélkül. Ezután a térség országgyűlési képviselője, Kont Zsófia emlékezett meg a Donkanyarban elhunyt katonák hősies tetteiről. Kont Zsófia szólt arról, hogy azoknak a bakáknak sem volt könnyű életük, akik hazatértek a Donkanyarból, hiszen hosszú évtizedekig nem beszélhettek azokról a szörnyűségekről, amelyek a háborúban történtek velük. Elhangzott az is, hogy a magyar virtus és kitartás meglátszott a magyar katonákon, mert az utolsó erőfeszítésükig harcoltak idegen földön. Kont Zsófia ehhez hozzátette, hogy a 21. században úgy kell élnünk és harcolnunk a szabadságunkért, hogy azok a bakák, akik valamikor is harcoltak hazánk függetlenségéért, büszkék legyenek ránk. Az emlékező beszéd után a helyi általános iskola diákjai mondtak verset. A megemlékezésen Szarvas Péter, római katolikus plébános, Szabó Roland, görög katolikus parókus, valamint Estók István, református lelkipásztor imádkozott és rótta le kegyeletét a II. Világháborús hősök emléktáblája előtt. Ezután Bodnár László polgármester és Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője helyezett el koszorút a Doni csatában elhunyt hősök tiszteletére.